És melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Mint szinkronrendező? Igen. Ha el kell választani attól, hogy a klasszikus szinkron, ugye amikor egy külföldi munkát adaptálunk magyarra, akkor van egy pár filmcím, ami így beugrik. Ilyen például egy olasz film, a Viola csókja, ami egy modern 90-es években forgatott film. Nagyon-nagyon, nekem nagyon bejönnek ezek a fajta félig művészfilm, félig road movie, félig vígjáték, nagyon jó színészekkel, és szerintem ott nagyon jól sikerült a szereposztás. Most például ez ugrott be, azt nagyon szerettem. Azért mondtam az elején, amit mondtam, hogy melyikre vagyok a legbüszkébb, mert szinkronra nekem így a rendezőként a 8 kell ugrik be kapásba, de az egy más műfaj, hiszen ott ugye egy magyar rajzfilmnek a szinkron hangjait kellett megtalálni és felvenni, úgyhogy ezt ne is keverjük most ide. Hát most hirtelen így nem is jut eszembe más a Viola csókján túl. Ja de, mert még például amire talán azért vagyok büszke, mert egy nagy klasszikusról van szó, az a Peter Sellersnek az Ordító egér című munkája, szintén egy 60-as évek végi klasszikus, vagy 70-es évek ezeket a dátumokkal én nem vagyok igazából barátságban, amiben a Peter Sellers ugye három szerepet old meg, az egyik királynőt, egy európai királyság királynőjét, a hadügyminiszterét, és még valami csetlőbotló kis katonájét, mind a három szerepet ő játssza a filmben, sokszor magával beszélgetve, és annó a Márkus László szinkronizálta, kitűnően, mint a Rózsaszín Párduc filmekben is, és hát ugye adott okokból ő már nem tudta, és a Háda Jánosra esett a választásunk, és szerintem zseniális lett. A János nagyon jól oldotta meg. Erre mondjuk ilyen értelemben vagyok büszke, hogy ilyenkor mindig azért az emberben van egy kis para, hogy egy Márkus László után vajon ki fogja ezt úgy leszinkronizálni és megoldani, mint ahogy annó ő. Úgyhogy, hogy miért kellett újra szinkronizálni, ezt nem tudom. Sok esetben ugye a szinkronjogdíj jár le, elvész az eredeti kópia, rossz minőségű lesz, és a többi, azt nem tudom, de ezt le kellett, és szerintem jól sikerült. Több olyan filmet is rendezni, amiben ismert színészek fiatalkori filmjeit kellett újra szinkronizálni. Uh-huh. Például ilyen volt a Két összeért Sára nővérnek, ebben... Kautsky Armand, ugye? A Clint Eastwood is, a Shirley MacLaine volt. Kautsky Armand és Kis Erika. Igen, emlékszem rá. De ott az eredeti verziót nem tudom, hogy kik csinálták. Szakácsi volt a Clint, aha. A Shirley MacLaine most nem tudom megmondani. Én sem. Én nem hiszem, hogy tehát persze bizonyos fokú műveltség nem ártana ez a szakmáz ilyen vonatkozásban, hogyha valaki ezt sokat és jó ideje csinálja, akkor biztos, hogy nem árt, hogyha tudja, hogy kik voltak egy-egy filmnek az eredeti hangjai. Ugye általában pont azért kell újra szinkronizálni, mert ők sajnos vagy azért, mert meghaltak, vagy azért, mert már sokkal idősebbek nem tudják megcsinálni. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen majd, hogy nem mindegy, hogy ki volt az eredeti hang, mert te úgyis abból fogsz választani, aki most számodra rendelkezésre áll, és aki neked eszedbe jut, és mint az elején is említettem a beszélgetésnek, azért ez egy nagyon szubjektív műfaj. Van az úgy, hogy 10 szinkronrendezőből 8 ugyanazt a nevet mondaná egy-egy figurára, de van az úgy is, hogy mondjuk egy figurára 88 félét mondanak. És akár mindegyiknek meg lehet a maga igazsága. Ki ilyen szempontból jó, ki olyan szempontból, ki ebből a vonatkozásból jó, ki abból. Szóval ez egy nehéz ügy. Én abban hittem mindig, és ezt igyekeztem szereposztásnál szem előtt tartani, hogy az első megérzés az nagyon-nagyon fontos, mint az élet más területén is szerintem. Tehát amikor így nézed a filmet, és így gondolkodsz, hogy ki legyen, és így beugrik, hogy ő, akkor az majdnem mindig teli találat. Lehet, hogy utána megvizsgáltam még a kis listáim alapján, hogy hát, ha valaki nem jut eszembe, és volt úgy, hogy változtattam emiatt, és azt mondtam, hogy tényleg, hogy nem jutott eszembe, hamarabb ő jobb lesz, de nagyon sokszor az első megérzés az teli találat volt. Tehát akkor így lett a filmben Clint Eastwood, Kautsky Armand.
Hát erre konkrétan már nem emlékszem, hogy ott miért, hogy az Armand feltehetően az elsők között felmerült. Nem árulok el szerintem nagy zsákba macskát a hallgatók számára sem, vagy a nézők számára sem, a szakma számára, meg aztán végképp nem, hogy ahogy említettem, ma már egy-egy film esetében minimum 2-3 szereposztás készül még a főszereplők tekintetében is, hiszen, mint mondottam, volt egy nap alatt fel kell venni a filmet, ha fene-fené teszik akkor is, és ha az adott színész, akihez ilyen ragaszkodnék, nem ér rá, vagy valamilyen oknál fogva nem tudja elvállalni, akkor nem mondhatom azt, hogy jó, én akkor meg nem csinálom meg ezt a munkát. Ezekre az ember nem mindig emlékszik, még ha el is jó is lesz a szinkron, hogy most akkor ott az adott színész évekkel később megkérdezik tőle, hogy most akkor miért pont ő csinálta. Hát lehet, hogy azért, mert azon a bizonyos listán ő volt a harmadik, és az első kettő nem vállalta, vagy nem ért rá. Nem tudom már ezt megmondani. Az biztos, hogy ilyenkor azért mindig igyekszik az ember azt a három nevet fölírni, aki tényleg szerinte akik közé egyenlőségjelet lehet tenni, ha lehet ilyet mondani. Tehát az alakítás szempontjából mind a háromról azt gondolod, hogy bár tudod előre, hogy más lesz, hiszen más emberekről van szó, de hogy mind a három hasonló nívót és színvonalat képvisel. Tehát akkor leadod a három nevet a játszásvezetőnek, és akkor akit el tud érni... Hát ez most megegyezés kérdés, hogy rögtön megadod-e a három nevet, vagy mondasz egyet, és akkor rögtön megpróbálják elérni, és akkor, hogyha kiderül, hogy nem, akkor gondolkodsz még esetleg másokon. Ilyen is volt, olyan is volt, igen. Tehát amikor nagyon biztosra kellett menni, akkor nyilván az ember rögtön több nevet mondott. Ha akkor volt az, hogy nagyon, ha volt azért olyan karakter, akiről nem hogy három, de még kettő se nagyon jutott eszedbe, mert annyira azzal az egy emberrel akartad, és én akkor nagyon imádkozol, hogy neki jó legyen, és el tudja vállalni. És akkor, ha azt mondják, hogy nem, akkor vakarod a fejedet, hogy na, akkor vajon ki legyen. Szóval... A Schwarzeneggernek, Arnold Schwarzeneggernek is volt egy korai filmje, a Cactus Jack. És igen. Ebben az az érdekes, hogy a Revicki Gábor csinálta a Kirk Douglas-t. Igen. Ő azért került bele a szinkronba, mert megpróbáltátok a Schwarzeneggernél. Hát most az a kérdés arra irányul, hogy a Schwarzenegger hangja a Revicki szokott lenni. Igen, igen. De hát ez egy nagyon korai film volt, ott a Schwarzenegger nagyon fiatal volt, és a Revicki pedig, ugye, amikor én ezt szinkron rendeztem, akkor már bőven elmúlt 50 éves. Most nem is akarom megsatszolni a korát, hogy hány éves volt. Tehát egész egyszerűen ott nem szinkronizálhatta a Revicki Gábor, mert annyit nem tudott volna fiatalítani a hangján, hogy az ne hangozzék komikusan. Hát a Schwarzenegger abban a filmben szerintem 25 éves, vagy max 30. És még amit játszik is a figura, ugye egy ilyen naív, jó fiú, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát egy ilyen vidékről jött tejfölös szájú legény, tehát mondjuk az a Revinek a hangjával az nagyon nem ült volna az a film. Tehát itt ilyen esetekben egyszerűen ezeket a szempontokat, hogy a Revicki szokott lenni a hangja, teljesen figyelmen kívül kell hangni. Hát hogy aztán, hogy miért a Kirk Douglas miért pont a Revicki lett, és erre már nem emlékszem, hogy ez így megfogalmazódott-e bennünk, hogy akkor ez milyen jó poén, hogyha már a Schwarzenegger nem lehet, akkor legyen ő a Kirk Douglas. A Kirk Douglas-t is szinkronizálta rengeteget a Revicki, korban és karakterben nagyon jó volt rá szerintem. A Jani pedig, a Megyeri Jani, aki végül is szinkronizálta a Schwarzeneggert, az ő pedig egyértelműen az a bizonyos első ötlet volt, hogy abban a filmben, amilyen a János általában az életben, amit kisugároz magáról, nagyon olyan volt, amilyen a Schwarzenegger abban a filmben. Itt az is fontos szereposztásoknál, hogy egy színész mit mutat magából a magánéletben, a külvilág számára, mert sok esetben így születnek meg szerintem szereposztások, hogy a színészeket jól ismerő szinkronrendezők azt mondják, hogy hát ez pont olyan, mint a, és pont úgy viselkedik ebben a filmben, azt játsza, mint a XY színész szokott lenni az életben, és akkor ezek általában működnek is. Úgyhogy... Stallone-nak is volt egy korai filmje, és ebben kőszegire osztottad a színészt. Az a Bent testvérpárak volt? Édenkert a sikátorban. A címre nem emlékszem, de én egy olyanra emlékszem, Ben három testvér volt, azt hiszem, és ilyen gangster film volt. Tehát így, ha jól... Szerintem az volt. Igen, igen. Igen, hát az Ákos az a szinkron szakma Jolly Joker-e, tehát
ő gyakorlatilag egy remek színész, hangjával remekül bánó színész, nagyon jól szinkronizáló színész. Én nagyon kevés olyan szerepet tudok elképzelni, amit, hogyha a hang karakterisztika nem teljesen más, és a kor megfelel, akkor az Ákos ne oldana meg kitűnően. Szóval szerintem most jelen pillanatban 35 és 60 között az Ákos bármit képes megoldani, akár a korához lényegesen fiatalabb karaktereket is, meg egy kicsit idősebbeket is, és nagyon eltérő habitusú színészeket is, úgyhogy vele nem nagyon lehetett mellé nyúlni szerintem. Ha a kérdésed erre irányul, hogy miért pont ő lett, erre már nem emlékszem, de valószínűleg egy ugyanilyen helyzet, hogy így beugrott elsőre, hogy csinálja ő. A Mihály Győző volt azt hiszem a bátyja, az Armanda Sante. Igen, ő is játszott benne, és a Győzőre emlékszem. És nagyon jól kiegészítették egymást, mert az Ákosnak egy ilyen nyersebb modora volt abban a filmben, a Győzőnek meg egy kicsit ilyen arisztokratikusabb, úriasabb a figurát játszott az Armanda Sante, és ahhoz a Győző nagyon jól passzolt, szerintem. Tehát akkor neked rendezőként nem okozott gondot, hogy a ismert színészek fiatalkori filmjeinél kellett szerepet osztani? Nem. Hát olyan, nyilván most az előbb említett ordító egérit eszembe, hogy olyan értelemben igen, hogy akkor, hogyha ismerted az első verziót, és tudod, hogy mekkora színész és milyen nagyszerűen alakított, akkor nyilván igyekeztél ennek megfelelni, vagy benned volt a félsz, hogy vajon meg tudsz-e ennek felelni az általad választott hanggal. De ez ugyanúgy a színészben is benne lehet, hiszen ő is azzal az előtörténettel jön, hogy úristen, most egy olyan figurát fogok szinkronizálni, akit a Márkos László szinkronizált annak idején, és milyen zseniálisan, vajon meg tudom-e úgy csinálni. Szerintem a színészekben nagyobb a félsz ilyenkor, mint a rendezőben. Tehát a rendező maximum azt mondja, hogy Zach Shawn, hát félreosztottam. Nem olyan jól sikerült a dolog, szóval. De a színésznek szerintem ez egy nagyobb probléma, mert ő mondjuk esetleg tényleg azzal szembesül, hogy nem sikerült valamit megcsinálnom, amit az elődöm meg tudott. Szóval nagyobb ott a megfelelési kényszer. Ezzel most nem ezt akarom mondani, hogy a rendezőnek nincs felelőssége ebben, de alapvetően ezért ez a színészekről szól, ez a szakma is, mint ahogy a színház is. Tehát ha nem osztod nagyon félre, nem osztod nagyon félre a szerepet, akkor sok jó színész nagyon jól meg tudja oldani az adott feladatot mindig. Rajzfilmsorozatok közül te rendezted az Igazi Szellemírtók folytatását, uh-huh. az Extreme Ghostbusters, uh-huh. Szellemírtók újabb uh-huh. karangjait, és ugye az első sorozatban az Egon volt a Kautsky Armand, a Janice a Kis Erika, Ragacs pedig a Szokol Péter, uh-huh. míg a te változatodban Egon Tarján Péter lett, Janice Makai Andrea, uh-huh. Ragacs pedig maradt Szokol Péter. Azt arra határozottan emlékszem, hogy ott azt hiszem egyeztetési gondok voltak. Tehát ott próbáltuk megtartani mindenkit, akit lehetett volna, de ha jól emlékszem, egyeztetési gondok voltak, tehát hogy nem ért rá az Armandra, talán emlékszem, hogy nem ért rá, amikor mi elkezdtük ezt a sorozatot csinálni, és akkor így kellett más találni helyére. Legtöbbször ezek a vegyes felvágottak egyébként így születnek egyes sorozat esetén. Akit lehet megtartunk, akit nem tudunk, azt pótlunk, és akkor ezt vagy elfogadják a rajongók, vagy nem, de ez van. Szóval ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Annak, hogy a Szokol megmaradt, annak nagyon örültem, mert szerintem a Ragacsra kevesen tudták volna ilyen szinten megoldani. Igen. És mennyire tetszett a színészeknek és neked a sorozat? Hát vicces volt. Alapvetően volt abban is egy ilyen elég speciális humorvilág, amit én szerettem. Hát az most ezek a szörnyek, szellemek, hogy megjelennek New York utcáin, és el kell őket kapni. Hát ez megint ilyen akció, meg ilyen kicsit ilyen gyermeki dolog, de hát ez van, tehát ezeket meg kell csinálni, de én a humorát adnak bírtam annak a sorozatnak. Volt az a tolószékes figura, azt hiszem a Csőre Gabi csinálta. Igen. Ő neki nagyon jó poénjai voltak mindig. Szóval mindig pórul járt ott a menekülések közben. Igen, ő volt a nagy dumás. Igen, a nagy dumás, igen.